A nők értenek a válságkezeléshez és képesek közösségeket összetartani. Az ukrajnai háborúra utalva hívta fel erre a figyelmet Novák Katalin egy New York ENS fórumon, amelyet női állam és kormányfőknek szerveztek. A köztársasági elnök azt is szorgalmazta, hogy a nőknek ne kelljen választaniuk anyasság és karrier között. Példaként a magyar családpolitikát említette, amely arra is lehetőséget ad, hogy az apák vagy a nagyszülők is otthon maradhassanak a gyerekekkel. Az N193 országából 29-nek az élén áll nő. Számukra rendezték meg a női állam és kormányfők fórumát kedden New Yorkban. A tanácskozást Helen Clark Új-Zéland korábbi miniszterelnöke vezette, és részt vett rajta a világ több tucat országának női vezetője. A magyar köztársasági elnök mellett például Izland, Banglades, Uganda miniszterelnöke is. Az ugandai kabinet 43%-a nő, az alelnök nő, én vagyok az első női miniszter és a parlamentben is a házelnökünk szintén nő. Számomra ez nagyon fontos, fogalmazott az ugandai Robin Nabája. A női állam és kormányfők azért találkoztak, hogy globális kérdéseket vitassanak meg. A fő témák között szerepelt az egyenjogúság elérése is. A politikai döntéshozatalban az egyenlőség még messze van. Világszerte mindössze csak minden negyedik parlamenti képviselőnő, az önkormányzatokban pedig ez az arány 34 A női állam és kormányfők kevesebb, mint 10 át teszik ki, és több mint száz országban még soha nem volt női vezető, mondta Sima Bahus, aki az ENSZ nőjogi szervezetének vezetője. We, women, we know how to a nők értenek a válságkezeléshez, anyaként rendelkeznek ezzel a tapasztalattal, és képesek közösségeket összetartani. Erről már Novák Katalin beszélt felszólalásában. Nem csak nő vagyok, hanem anya is, három gyermek édesanyja, ahogy sokan mások is itt. Számomra az anyaság privilégium, amit sosem adnék fel. Fogalmazott a köztársasági elnök, aki ezután arról beszélt, Fontos lenne, hogy a nők lehetőséget kapjanak arra, hogy teljes életet éljenek, ne kelljen választaniuk az anyaság és a karrier között. Novák Katalin ennek biztosítására a magyar családpolitikát említette példaként. Ezután kitért a férfiak és a nők közötti együttműködésre, elmondta, hogy hazánkban az anyák mellett az apák, sőt a nagyszülők is otthon maradhatnak, és igénybe vehetik a gyermekvállaláshoz kötődő támogatásokat. Number 2 Második példa a pénzügyi támogatás lehetősége. Magyarországon adókedvezmény van, adómentesség. A négy vagy több gyermekes anyák teljes eszia mentességben részesülnek életük végéig. Ez is egy lehetőség arra, hogy a nők a munkaerőpiacon és a családi életben is egyszerre jelen lehessenek. A magyar kormány szeretné ezt kiterjeszteni a három gyermekes anyákra is. Fogalmazott az államfő, aki harmadik példaként azt emelte ki, hogy a női vezetők példaképek lehetnek a család és a karrier összeegyeztetésének megteremtésében. A női állam és kormányfőknek tartott fórumot első alkalommal szervezték meg az Egyesült Nemzetek Szervezetének történetében. Az ENSZ közgyűlésének előző és jelenlegi elnöke a magyar Kőrösi Csaba hívta össze. Novák Katalin a Facebookon úgy fogalmazott, bár a női vezetők nincsenek sokan, de azok, akik ott voltak a fórumon, feladatuknak érzik, hogy segítsék a fiatal nőket, akik érdeklődnek a közélet iránt. A köztársasági elnök szerdán helyi idő szerint koradél délután az ENSZ közgyűlésében is felszólal.